Ezek a felvételek Dunabogdányban a római parton készültek. Az Alföld kapuja Tisza-sziget tagjai készítették a videót, és keresték meg szerkesztőségünket. Szívesen elmondanák, milyen példaértékű összefogást tapasztaltak a civilek részéről az árvízi védekezés kapcsán. Nagyon-nagyon sok civil vett részt benne. Így itt három dolgot kellett összehozni, a homokot, a zsákot és az embert. Ezek megtörténtek, persze voltak néha üres járatok, egyik nap szakadt az eső, a másik nap sütött a nap. Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés volt azoknak, akik ott voltak, mert láthatták azt, hogy nem csak egy véradással lehet segíteni más embereknek, hanem olyan fajta lelkületű és jókedvű munka folyt, ami az ember azt hinné így kívülállóként, hogy hú, most egész nap ott állok az esőben, az nem egy nagy élmény. Az élmény nem ez volt, az élmény az összefogás volt. A sajnálatos, hogy ilyen esemény miatt kellett találkozniuk és összefogniuk, de mégis lélekemelő volt. De hogy miért gondolták a Cegléden megalakult Alföld kapuja Tisza-sziget tagjai, hogy Dunabogdányba utaznak? Gyakorlatilag nem is volt kérdés, hogy ezt megteszik, mondta Máté János. Azt gondolom, hogy teljesen független pártállástól és mindenfajta egyéb politikai célzattól az, hogy segíteni kell. És ha valaki tud, akkor ugyanúgy itt a jó példa arra, hogy összefogtunk, gyakorlatilag ugyanúgy civilek adták hozzá. Volt, aki adott egy autót, hogy ne három autóval menjünk, volt, aki üzemanyagra adott pénzt, volt, aki süteményt sütöttek, szendvicset adtak, kávét főztek. Tehát volt, aki azt mondta, hogy figyelj, én már idős vagyok, nem tudok zsákot emelni, de szívesen adok neked 5000 forintot, hogy tudjatok tankolni. Tehát egy ilyenfajta összefogásnak voltunk mi a tanúi. A civil szerveződésre egyébként is jellemző, hogy gyorsan és kérdés nélkül segítenek, ha kell, mondta Máté János. Hogyha én valakinek szólok, hogy gyere, menjünk ki, akkor talán egyen-kett pár ember eljön velem. Nyilván vannak hívószavak, vannak hívó emberek, és ebben az esetben ugye az a fajta hívás, az, én azt gondolom, hogy több mint 5000 ember mozdult meg a Tiszapárlón. És ez egy nagyon fontos dolog, mert itt mondom még egyszer, civil szerveződésről van szó. Máté János elmondta, a néhány nap legfontosabb üzenete számukra és reményeik szerint mások számára is az a mondat, amit olyan sokszor hallhatott már mindenki. Jónak lenni jó.